Okay, here we come to the rescue. Yeah. We the best, it don't matter what the rest do. Okay. All of you evil guys, we gonna get you. If you fall down, I'll stretch out and catch you. Sziasztok, megérkezik hamarosan július, így hát itt a júliusi mozivárók is, ugyanis e nyári hónap is tartogat majd jó pár filmcímet, melyeket nagyvászon lehet majd pillázni. Csapjunk is bele, lessük meg, mely filmekre lehet majd beülni a mozikba, vagyis na, júliusi mozivárók. Július 5-e. Nagy volt a hajcihű a bemutatás dátumát illetőleg, de végül e hónap elején kapjuk meg a két Oscar díjas Hihetetlen család folytatását. A család összes tagja visszatér, az anya Helen kerül a középpontba, Bob pedig nevelgetni a gyermekeit, Furi pedig, hát még mindig Furi, egy új gonosztevő is megjelenik, a családnak pedig egységes csapatként kell újra helyt állni. Ez az alkotás a Pixar 20. egész estés munkája. A Haverok harca című vígjátékban néhány csávó ökörködik, akik még ballagásukon megfogadták, hogy sosem hagyják elveszni a bennük rejlő szunnyadó gyereket, ezt a kijelentést pedig nagyon is komolyan veszik, a játékot űznek egymással, mindegy, hogy a másik dolgozik-e vagy már családapa, játék az egész, de ők baromira komolyan veszik a dolgokat, mi meg reméljük, hogy röhögünk majd ezen. A sodródásban egy nő és egy férfi vágnak neki az óceánnak, hogy átszeljék azt, szerelmüknél csak a rájuk lecsapó vihar nagyobb, a hajó tönkre megy, a férfi súlyosan megsérül, a nőnek pedig minden fizikai és lelki erejére szüksége lesz, hogy életben maradjanak és szerelmét megmentse. Érdekesnek tűnik. Egy burka, egy nadrág. A francia egy szoknya, egy nadrág, és igen, tényleg, egy férfi annyira szerelmes, hogyha kell burkát ölt csak azért, hogy láthassa kedvesét, aki amúgy tiltva van előle. Ám az átalakulás annyira sikeres, hogy a lányt tiltó férfi beleszeret a burkás pasiba, a micsoda csavarok. A téma aktuális, de hogy a film jó lesz-e, hát tudja burka. Egy 40 éves férfi korával ellentétben nagyon éretlen, épp ezért szakít vele párja. A csávó nem akar gyereket, se családot, ám szerelme elvesztését sem akarja, ezért érdekes ötlettel áll elő, egy bölcsödéknyit. Így bizonyítva magának és a vele szakító nőnek, nem tudom mit, csak hogy a gyerekekkel tudjuk, sosem könnyű. Japán is megostromol minket egy kis drámácskával. A ramen shopban egy fiatal séf apja halála után leveleket talál, melyek miatt elhatározza, hogy felkeresi családi gyökereit, Szingapúrba költözik, hát itt pedig nagyon különleges receptekre, régi és felkavaró családi történetekre és elfeledett neki titkokra bukkam. Hoppá! Július 12. The Rock már megint itt van, nemrég zúzott szét egy nagyvárost egy fehér albinó gorillával, most egy épület lesz a középpontban. A felhőkarcoló cím ezt a spoilert azt hiszem lelövi. Hongkongban a világ legmagasabb épülete kigyullad, őt tartják felelősnek. A nevének tisztára mosásán kívül nagyobb feladata is lesz, családja a felhőkarcolóban van, meg kell hát menteni őket. Hújúj! Férfiak fecskében, a modernkori alul semmi. Erik egy londoni férfi elveszti szerelmét, visszahódítását pedig nem egy csokor rózsával látja, de nem ám, beáll egy szinkronúzó csapatba, akik világbajnokságra készülnek. A csapat be is fogadja az új tagot, sőt, közös erővel segítik őt a boldogsághoz vezető úton. Aztán még egy animáció, trilógiává bővül a Hotel Transylvania. Drakuláék családi vakációra mennek egy hajóútra méghozzá, és bizony megy az egész kampánia, farkas emberestül, láthatatlan emberestül. A hajókapitány pedig egy csini kis csajszi lesz, Drakula szíve meg is dobban, már amennyire tud. Ám kiderül a nőről, hogy ő a vámpírvadász Van Helsing unokája. Július 19. Egyetlen cím érkezik ezen a héten, ez pedig nem más, mint a Mamma Mia folytatása. Az első rész több mint 600 milliót hozott a kasszáknál, hát folytatni kellett. Visszatérünk a görög kis szigetecskére, újra felcsendülnek az abbadalok, hát olyan boldog vagyok. A film ingázik az idősíkokon, így visszaflashbackenünk néha, és láthatjuk a múltbéli dolgok, hogy befolyásolják a jelent. Aki az elsőt szerette, szerintem ezt is pillantsa majd meg, csak ne ebbe a moziba, hanem figyelj, abba. Július 26. És Marvel mozi nélkül sem maradunk, a hangya második része támad meg minket darással együtt, remélem, hogy nagyot csíp majd az egész. Az első epizód egészen megosztó lett, én azok közé tartozok, akik azt is csípték, nem csak engem csípett, ha már a darásnál tartunk. A fegyencből lett szuperhős ismét akcióba lendül, most szárnyas társat is kap, már nem csak csökkenni, növekedni is tud, ezt ugye a polgárháború óta tudjuk, hát én őszintén szólva várom a rovarok támadását.
Na elvileg most már tényleg megkapjuk az Escobar filmet Penelope Cruz-zal és Javier Bardemmel. Már két hónapja beszélek erről a filmről, mindig csak tolódik a dátum, most elvileg megérkezik a média személyiség és a drogbáló szerelmi kapcsolatát boncolgató mű. Hát legyen úgy, most már jöjjön! Az állati show, hát az előzetes nézve egy nagyon családbarát alkotás lesz, bár mondjuk remélem nem az én családom barátja. Cirkusz, kutya, póni, tehén, kakas, van itt minden, mi szemszájnak ingere és olyan is, ami nem ingere. Ha valaki majd megnézi, hát jelezze, hogy milyen volt. Aztán újra egy családi akármi animációs köntösben. A Louis és az űrlények egy német animációs alkotás kicsiknek és nagyoknak, vagy hát csak kicsiknek, kevesebb nagynak, hát... hát erről annyit, hogy érkezik. A Nyár című film nagy közönség sikert alatott Cannes-ban. Rock, new wave, gitár, piad, rock, csajok, szovjet underground közeg, egy fiatal zenész és mentora közti kapcsolatot ecseteli a film, igaz történet alapján. 80-as években reppenhetünk vissza, központi témaként a hatalom és a művészek örökös harcát vázolja fel. A rendező épp házi őrizetben van, csalással vádolta meg az orosz állam, aktuális. Nos, ezen filmek jönnek majd júliusban, egy-két cím érdekesnek tűnik, viszont nem egy elsőprő elejű hónap ez szerintem. Viszonylag kevés alkotás van, majd kommentben várom, hogy mit akartok megnézni, mi érdekel titeket, mire vagytok kíváncsiak, mire nem és miért. Addig is nagyon jó filmezést kívánok, nagyon jó mozizást mindenkinek, sziasztok!